jobban utálok, hogy nézd, hogy elmész a Tesco-ba vásárolni. És akkor jön ismerős szembe, hát azért 10 év alatt elég sokat összeszedtem, és akkor dicsértessék, hogy látom, az atya vásárolgat, és így végigmérik a kosaradat. Tehát, hogy mi nem... Tehát, nagyon érdekes, hogy az emberek bizonyos helyzetekben elvesztik a kontrolljukat. Tehát szerintem nem illik végignézni, hogy a betétet is vedd meg belenkább, tehát, hogy már nem érdekel, hogy én oda mennék valakihez, és ezeket mondogat, mert szerintem elég furi lenne. De nagyon sokszor kapom meg azt, hogy valaki számára a papság olyan megközelíthetetlen. Ez már nem egy ember mondta nekem, hogy ő neki az az elképzelése a papról, hogy a pap az olyan távoli, ott van reverendában, és megközelíthetetlen, és csak hajbókolással lehet felé menni, és csak szent dolgokról lehet vele beszélgetni. És miközben egyébként szerintem a tapasztalat nem az. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy csomó papot megtalálsz a szerte a világban mindenhol, hogy ezt egyértelművé tegyük, hogy ténylegesen a világban élünk. Ez a feladatunk. Engem az időszak érdekel, amikor mondjuk kisiskolások voltatok, vagy tinédzserek, mik akartatok lenni, mi volt a hobbitok, mi érdekelt nagyon? Én gyerekkoromban nem akartam pap lenni, eszembe se jutott. 16 évesen, amikor megtértem, amikor először tapasztaltam az élő Isten élő jelenlétét a szívemben, akkor jutott először eszembe. De nekem utána ez még egy 10 éves folyamat volt, mire felismertem, hogy ez a tapasztalás ez odáig vezet, hogy ténylegesen pap is szeretnék lenni. Hát most kérdeznék egy párat. Kérdezz, hát 16-20-ig akkor nem papként, tehát világéletet értél, mondhatjuk így. Persze, udvaroltam, írtam a szerelmes verseket. Ja, tényleg, mert ilyen romantikus művész. Persze, ez egy csillagfény, holdfény, Dunapart, sétálás, andalgás, minden. Nagy szerelem? Volt. Hány? Hát nagy szerelem, ha ugyanazt értjük alatt, akkor az csak egy van. De már nem most tudjuk, hogy mi van? Tudjuk. Mi? Megszületett az első babája. Gratulálunk ezúton is. Fáj egyébként az első szerelem, hogy az úgy volt, és ugye a jelenleg életedet elnézve... Ez jó ez a kérdés, tehát a jelenleg életedet elnézve az elég gáz, de... Nem, csak de azért még lehet belőled valami. Szerelem szempontjából... Most őszintén, Eszter, te is voltál szerelmes. Vagyis? Igen. Hát nem. És az első szerelem? Egy szép emlék, nem? Tehát egy ajándék a szívedben. Igen, de én nagyon rosszul érezném magam, hogyha arra gondolhatnék, hogy nem lehetek többet szerelmes. Hát... Mondjuk én is nagyon romantikus vagyok. Ez egyébként szerelmes lehet az ember, csak nem teljesített be a szerelem, azért ezt hozzá kell tenni. De ez a rész, ez nem hiányzik. Uh-huh. Vagy nem tudom. Tehát, hogy elengeded? Én abszolút elengedem, ez nem... Uh-huh. Jelen pillanatban most nem akarsz ez nehézséget, nem tudom, lehet, hogy mert később leszek szerelmes, és akkor igen, de én elég intenzíven voltam szerelmes 16-tól 26-ig. Több lánynak is udvaroltam, mindig egyszerre csak egynek, ez nagyon fontos. Tehát, hogy én nem érzem azt, hogy ez most így hiányozna az életemből. Én 19 éves koromtól nem vagyok a közösségben, 26 voltam, 27, mikor felszenteltek. És a 19 előttig voltál szerelmes? Nem. Utána igen, tehát már papként, igen. Hát ez ugye András is mondta, hogy ilyen van, sőt ez jó is, hogyha van, hogy valaki átmegy ezeken a tapasztalatokon, mert nekem így rám szakadt annak a súlya, hogy miért kellett 19 évesen eljönnöm, tehát hogy miért vállaltam ezt ilyen hamar. Nem elég a cölibátus gyásza, ami előre vonatkozik, hogy soha nem lesz, azzal is szembe kellett néznem, hogy soha nem volt. Tehát ugye 30 éves korom környékén szakadt rám, hogy soha nem volt, és miért ne lehetett volna, és elmondhatnám legalább én is, hogy vannak ilyen tapasztalatok, ami miatt empatikusabb leszek, jobban megértem az embereket, és ez nekem nem adatott meg, tehát ez egy gyászmunka volt nekem a múlt felé is, meg a jövő felé is. Mm. És talán ebben lendített kicsit talán az, hogy átélhettem valamilyen szinten egy ilyen fajta
érzelmi hullámot legalább, még hogyha nyilván ebből nem is valósult meg semmit. És hogy lett lezárva? Hát ez valahogy úgy... Nem, olyan, tehát olyan hirtelen, tehát mind a két fél úgy látta, vagy úgy láttuk, hogy ez kaptuk valamiért ezt a tapasztalatot, főleg én, szerintem erre főleg nekem volt szükségem, és talán, hogy Isten ezáltal engem megtanított valamire, és ez ennyi volt. Mi az volt, hogy én elmentem a kollégiumba, 120 km, és akkor a szerelmi kapcsolatot úgy tartok, hogy leveleztünk. Mit kap az ember a szellemtől? Hát érzéseket, meg jó, meg fontos voltam, meg... A mai világban a fiataloknak ez elképzelhetetlen, hogy valaki nem tudok nap, mint nap kommunikálni, vagy valaki mellett kitartani, fontosnak lenni, a gyöngétséget megtapasztalni, tehát hogy azért ezek azért teljesen normális emberi vágyak, amik ott vannak bennünk. És az volt igazából, miatt a pap lettem, azóta így nem volt ilyen különösebb. Ami nagyon durva volt, hogy a pap szentelés előtt ott ilyen óriási, tehát olyan kísértései, ott bármit megtettem. Igen, valószínű, de nem, tehát hogy, de úgy jöttek is, tehát hogy... És amióta pap vagyok, azóta meg nagyon tudatosan is figyelek erre, és nyilván amikor azt érzem valakiben, hogy többet lát bennem, akkor arra mindig vigyázok. Tehát ugye azt szoktam mondani, hogy valaki azt mondja, hogy beszélgetni akar velem, Bence, mit tudom én, az első dolog az, hogy megmondom neki, hogy én az életét nem tudom megoldani. Tehát azt neki kell. És onnantól kezdve, hogy egyszer-kétszer volt én, hogy azt éreztem, hogy valaki belém kapaszkodik, és nem az Istenhez akar közelebb kerülni. És azokat a kapcsolatokat azonnal lezárom, mert nem tudom fölvállalni más életének a felelősséget, tehát az ő felelőssége. És hogyha én nem eszköz vagyok az Istenhez eljutni, hanem én vagyok, akiben lehet kapaszkodni, azt a biztonságot, azt én soha senkinek nem tudom megadni az életformám miatt. Ja, ahonnan én származom, Borsod megyéből, tehát ilyen szerzetest így nem nagyon láttunk. Tehát egyházmegyés plébánust láttunk, meg attól, hogy láttuk az Apácsosó című filmet, tudom, még nem biztos, hogy tudjuk a szerzetesek világát. Amikor ez elindult, az környezetem egyáltalán nem volt hívő, és mégis azt mondták, hogy ha én ezt akarom csinálni, akkor elengednek, mert ők akkor boldogok, ha én boldog vagyok. Ugye olyan furcsa még hallani például hívő vallásos családokban, hogy mennyire nehéz a gyereket elengedni egy ilyen életforma, vagy ilyen hivatás felé. Tehát hallok ilyen történeteket, hogy milyen családi tragédia szinte az, hogyha a gyerekben jelen. Így van. Úgyhogy az én családommal ez abszolút pozitív volt, és a mai napig az hál' Istennek. Nálunk is, tehát hogy minden döntésemet nem értettek. Volt, amit kifejezetten nem pártoltak, de soha nem volt az, hogy bezártak volna otthon a szobába, hogy már pedig ezt nem csináljuk. És azt láttam végig, hogy ugyan, mit tudom, nem értette a család, de ott voltak mellettem. Előre le szeretném szögezni, hogy normális szüleim vannak, de a többiekével ellentétben ők nagyon érzékenyen reagáltak. Tehát, hogy édesanyám körülbelül egy másfél-két hónapig sírt, megállíthatatlanul. Édesapám pedig minden reggel új alternatív ötletekkel látott el az élethivatást illetően. Tehát, hogy minden reggel így kezdődött, hogy nem gondoltál arra, hogy politikus leszel, vagy nem gondoltál arra, hogy újságíró leszel, az is nagyon hasznos szakma. Szóval, hogy így próbált felvetni egyéb lehetőségeket. De aztán szépen lassan ők is elfogadták. Azt hiszem, hogy az volt a kulcs mozzanat, amikor másodikos szeminaristaként megkaptuk a reverendát. Ez egy ilyen kis... A szeminaristák másodikos korukban akkor kapják az első reverendát, másodikat szentelésre, és ez egy ilyen kis bensőséges ünnep, egy szentmisével, nem egy nagy hacacáré, de azért egy ünneplés után egy kis fogadással, és azt hiszem, hogy akkor került a helyére az életükben a szüleimnek ez a kérdés, és ők is, tehát azt szerintem ez a kulcsmozzanat, hogy látják, hogy a helyeden vagy, látják, hogy szereted, amit csinálsz, látják, hogy oké vagy. Milyen függőség van egy papnak? Hát szerintem ez nem annyira nagy kérdés, hát a klasszikus függőségek
Tehát akár a kaja, akár a cigi, akár az ital, akár az internet, akár a bármi. Tehát a klasszikus függőségek, de hát minden egyéb. Hatalom. Igen, meglep egy kis a dohányzás, ez tényleg ott van, ez is. Hát figyelj, azt kell nézni, hogy a mostani papok a mostani társadalomból születnek, tehát ez nem úgy van, hogy van, tehát ahogy látsz bennünket is, tehát hogy mi is családba születtünk, nekik is volt gyerekkorunk, gyerekszobánk is némelyiknek, nekem nem, de a többieknek igen. Tehát hogy fölnőttünk valahol valamilyen közegbe, tehát hogy ebből a közegben, tehát én azt látom, hogy nyilván a mai, akik most kezdik el, azok ugyanazokat a tüneteket hordozzák, amit a mai társadalom, tehát hogy a játékokon élnek azért, azt meg kell, tehát látom, cigiznek, rengetegen dohányoznak a fiatalok közül, tehát azért attól nem nagyon vagyunk, tehát megmentve is, és az a telefon, a kapcsolatfüggőség ilyen szinten, tehát online kapcsolatfüggőség, ezek mind megvannak. Hol a határ, vagy a pap mit tud kezdeni a mi az a szó? Exhibicionizmus. Exhibicionizmus. Az, pláne. Tehát, hogy... Ennek hol a határ? Ez az alkoholról jutott eszembe? Ne, rólad. Ja, rólad. A 777-esekről. Milyen őszinték ezek a sósányos fiúk, igen? Az exhibicionizmus alatt azt értem, hogy személyi kultuszépítés. Tehát, hogy ez nem kell, az épül magától. Az épül. Ez rombolja egy kicsit apa? Nem. Én azt látom, hogy tehát az nagyon fura, ha a személyemtől független a papságom. Tehát néha látok ilyet, hogy van az illető, aki ha elkezd misézni, akkor mintha egy teljesen másik ember lenne. Vagy elmegy gyóntatni, vagy mit tudom én. Tehát, hogy én nem tudom elválasztani a hatházi Róberttől, aki vagyok, az életem tapasztalataival, a mindene, azt, hogy én pap vagyok. És nyilván a papság bizonyos szempontból egyfajta szerep, de nem olyan szerep, amit mint a reverendát leveszem, vagy a papicit kihúzom a kollárét, és akkor és akkor már nem vagyok pap. Fontos az is, hogy hol vagyok plébános, de fontos az, hogy én vagyok az a plébános, aki a magam stílusával, ügyességeivel, bénaságével együtt, és ezt nem lehet elválasztani a papságtól. András? Mi volt az eredeti kérdés? Maga mutogatás abban. Exhibicionizmus. Ügyes vagy. A tiédét. Számomra, ahogy én megélem, ez mindig egy ilyen kötéltánc. Mert nem szabad, hogy én kerüljek Jézus helyére, tehát ne engem, hanem Jézust kövessenek. Ez nekem, megmondom őszintén, még inkább nehézség. Tehát én inkább abban a fázisban vagyok most, nincsen 10 éves papi tapasztalatom, hogy még most alakítom ki, hogy ezt hogy csináljam. Én azt csinálom, hogy amikor úgy érzem, hogy elszaladó, akkor egy kicsit visszafogom. Beszélgettem még a szemináriumban a lelkivezetőmmel, és éppen valamelyik gyengeségemről beszélgettünk, és akkor ez a bölcs lelkivezetőm akkor azt mondta, hogy figyelj András, neked ez a tőkesúlyod. Ez biztosítja azt, hogy nem tudsz elszállni. Mert állandóan, ez amit Szent Pál apostol mond a II. Korintusi levélben, hogy tövist kaptam a testembe a sátán angyalát, hogy arcul csapkodjon. Tulajdonképpen azért, hogy ne szállj el, hogy ne gondold azt, hogy te vagy a királyság, és hogy te vagy a világ megváltója. És ezek nagyon fontos tapasztalatok, és hogyha van annyi önismereti tudatosságom, hogy ezeket a dolgokat nem akarom elnyomni, nem akarom letagadni, nem menekülök tőle, hanem szembesítem magam velük, tudatosítom őket, akkor az segít abban, hogy megmaradjak a talajon. Na hát ugye nincs család, és mondtátok, hogy van viszont helyette szabadidő, meg pénz, amit esetleg el lehet költeni, nem pelenkára, és hogy engem az érdekel, hogy esetleg van-e hobbitok, amit a szabadidőtökben esetleg tölthettek, és konkrétan az előbb azt tört eszembe, hogy mondtátok ezt a mosást, hogy főzni szoktatok, tud valamelyik öltök? Nem értek a főzéshez, és hála Istennek az én plébániámon van valaki, aki rendszeres munkatársként főz. Nem adom fel a reményt, hogy egyszer meg tudom főzni, majd meglátjuk. Szóval legalább érdekel. Abszolút érdekel. Meg papként szerintem vágyunk az olyan tevékenységekre, aminek kézzelfogható eredménye van záros határidőn belül. Tehát ez egy olyan szakma, hogy jönnek a jegyesek, és akkor megesketed őket, és lehet, hogy soha többet nem tudod, hogy az ő élete most jó-e, vagy nem jó-e, vagy mi van vele, vagy sem. Tehát nincsen kézzelfogható eredmény. Hát én azért szeretek mosogatni, mert
Andrej, temetés. Eltemetted, ott van. És kiállsz a sírokhoz, hogy ezt én temetem. Tehát, hogy ezért jó mosogatni, mert koszos volt a tányér, tiszta a tányér. Uh-huh. Szerintem a segítő szakmánkban az egyik legnagyobb nehézség, hogy nincs egy ilyen fajta kézzelfogható eredmény, amit én látok is. Kondi például szerintem nagyon fontos. Tehát én a konditeremben pihenem ki magam tulajdonképpen, és egyébként ráadásul nem egy prédikáció a konditeremben születik. Hobbi? Hobbi, igen. Én olvasni szoktam, meg filmet nézni. Milyen műfajú könyveket szeretsz, vagy filmekből? Vígjátékokat szívesen nézel, vagy inkább a mélyebb lelki tartalmú dolgokat keresed ezekben? Mivel sokat olvasok, tehát tényleg a milyen szakmához, meg az előadásokhoz, meg a lelki gyakorlatokhoz szükséges felkészülés, tehát lelkiségi könyvek, teológiai könyvek, stb. Tehát ez így a fő. De van olyan könyv, ami tényleg csak arra való, hogy átmenjek egy másik világba, és tényleg kipihenjem a kizárólag a szakmai dolgokat. Hát nekem ilyen Star Wars, Csillagok háborúja, hát gyerekkoromtól kezdve ez a világ, amiben én egy kicsit normális, tehát segít abban, hogy normális maradjak egy világban. Tehát, hogy például ilyen regényeket szoktam olvasni, így abszolút kikapcsolódásképpen, és hát a filmhez ez kapcsolódik, tehát, hogy például ezeket, de más is van sorozatok között például. Melyik a kedvenc sorozatod? Hát most belekezdtem ebbe a Kártyavárba. A Kártyavárba. Jó, én szeretem az ilyen politikás ilyeneket, hogy ne csak fantasy legyen, mert hogy ez kicsit olyan jó, egy politikus. Van a másik, a most az angol királynőről szóló, az The Crown, a koronából egy évadból. Ilyen történelmi, politikai, intrikus film, ezek azok, amiket úgy szeretem. Jó kérdés ez a hobbi. Van-e igazán? És ugye ilyen nagy bonyolult dolgokat nem tudom mondani. Tényleg nagyon, nagyon egyszerű. Én szeretem a nyomozós filmeket, ami kicsit ilyen pszichos és gyilkos elmék, meg ilyesmik a nagy kedvencek. Pszichopata dolgokat, de hát ezek engem úgy kikapcsolnak. És ha tehetem, akkor barátokkal töltöm a szabad időt. Grillezgettek, sörözgettek, értjük. Milyen egy ilyen baráti összejövetel? Hát van egy-két barátom, akikkel rendszeresen összejövünk, és hát általában beszélgetünk, sörözgetünk, filmet nézünk, tehát ilyen lazulós.